Ez a délelőtt, és ugye a mai napon kifejezetten az Arszakra Fesztivállal foglalkozunk. Elkezdtük a mai reggelünket Dragonics Mártával, az Arszakra Alapítvány kuratóriumi tagjával. Vele beszélgettünk elsőként, délután 3-kor pedig kapcsolunk az ünnepélyes megnyitóra. Na de addig is itt 12:30-ig a délelőttben kifejezetten olyan vendégekkel beszélgetünk, akik valamilyen úton, módon a programjuk kapcsán bizony-bizony hozzá kötődnek az idei Arszakra Fesztiválhoz is. Ugye az előbbiekben Aranyosi Mihállyal beszélgettünk, aki a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom turisztikai igazgatója. Ő is elmondta, hogy a templom hogyan kapcsolódik gazdag programokkal, irodalommal, irodalmias, művészeti kiállítások, tudományos előadások, zene, úgyhogy nagyon sok mindennel várják a látogatókat, menjenek el személyesen is, és ezt pedig nyugodtan járjanak is utána, mert hogy a templomnak a online elérhetőségein erre van lehetőség, és hát most pedig folytatjuk zenével. Igazi, mint láthatták, a Szent Efrém férfikart hallhattuk, és még fogjuk is a mai délelőtt során, most viszont beszélgetünk egy picit Bubnó Tamással, a zenekar, vagy hát a férfikar vezetőjével. Szeretettel köszöntelek nálunk. Én is köszöntöm a nézőket is, téged is. Igen, olyan sokszor beszélgethetünk itt a délelőttben, de én nagyon köszönöm, hogy mindig jössz hozzánk, vagy jöttök hozzánk. Örömmel. Úgy tudom, hogy a nézőink is nagyon szeretnek benneteket, úgyhogy köszönöm, hogy megint elfogadtad a meghívásunkat, annak ellenére, hogy holnap is fontos eseményre mentek, és fellépésetek lesz, és hát legalább 4 programra hívjátok az Arszakra Fesztivál keretén belül is a hallgatóságot. Így van. A holnapi az nem az Arszakrához tartozik, de nekünk ez egy nagyon megtisztelő feladat. Alsó-Bodokra megyünk, aki nem tudja, annak elmondom, hogy Nyitra mellett a Felvidéken van. Eszterházy János, a mártír felvidéki főúr és a csehszlovák parlament tagja, aki az a, egyedül állt ki a zsidóknak a jogfosztása ellen, és ezért őt mi magyarok is, és minden olyan jóérzésű keresztény, keresztény hitvalló emberről van szó, és az ő boldogá, az avatása ügyében született egy mű, ami egy nagyon-nagyon szép mű, Faragó Béla barátomnak a kompozíciója, és ezt fogjuk bemutatni holnap Alsó-Bodokon, egy egész napos zarándoklat lesz ott, és a Szentmisében is éneklünk, és utána a Szentmise után pedig következik ez az Eszterházy János emlékére írt oratóriumnak a bemutatója. Úgyhogy ez csak zárójelbe, hogy aki még nem volt ott, az ajánlom, és hát az ő emlékét abszolút méltó, hogy ápolni tudjuk, ugyanúgy, ahogy Mindszenty Herceg Prímásét, ugyanúgy Eszterházy János is körülbelül annak az időnek egy megkerülhetetlen keresztény hitvalló embere volt. És aztán hazajövünk, reméljük, és aztán folytatjuk itthon az Arszakrát, és valóban, ahogy mondtad is, 4 fellépésünk lesz. Az első az csupa meglepetés, mert még soha nem voltunk a Néprajzi Múzeumban. Ja, azt hittem azért, mert ti se tudjátok, mi lett. Azért az furcsa. Hát már egy kicsit azért tudjuk, bár ilyenkor mindig olyan óvatosan, mikor egy olyan helyszínre megyünk, ahol eddig nem lehettünk, ugye az a Néprajzi Múzeumban azért nem mehettünk, mert nem volt. Igen. De most már van, tehát megnyílt a Hősök terén, ez a különös alakú épület, és hát egy izgalommal várjuk, hogy ez hogy fog szólni, mit tudunk majd ott csinálni. Mi fölkészültünk egy kereszt tematikából, mert ott vannak nagyon-nagyon értékes keresztény műtárgyak Etiópiából, koptoktól, tehát és az egészet a Szent Kereszt tiszteletére, az egész műsort arra állítottuk fel, tehát tudjuk, hogy mi lesz a műsor. És jó, csak mit teltem már? Gondolom, de hogy én nem, tehát mondom, hogy én tényleg tudom, hogy mi a műsor, és már bőszen. Ebből már nem jövök ki, jó? Bőszen gyakoroljuk, hát igen, de hogy reméljük, hogy jól kijövünk majd belőle, azon leszünk. Tehát, hogy egy nagyon, hát egy filozófikus és hittel teli. Egy órát próbáltunk ennek a Szentkereszt motetták és a Szentkereszt himnuszok, a különböző világoknak a Szentkereszt énekeiből állítottuk össze ezt a műsort, és utána pedig pénteken lépünk fel legközelebb, az egyik kedvenc budapesti templomukba, na vajon miért? Hát azért, mert a Rózsák terei görög katolikus templomról van szó, ahol nagyon szeretünk énekelni, és ahová hát nagyon sokat járunk egyéb alkalommal is, nem csak koncertezni.
Ott pedig vannak ezek a bizonyos keresztkoncertek, igen, ami egy csodálatos kitalálás. Nem tudom, kinek volt az a röntgenszemű, aki a Budapest térképén meglátta, hogy ennek a négy emblematikus templomnak pont egy, a távolság az pont egy keresztet ad ki. És itt pedig, hát itt is lesz olyan mű, és magamat kell itten előtérbe helyeznem, de hát én írtam, tehát én, hát ha tetszik, ha nem, ezt vállalnom kell. Mindszeti bíboros tiszteletére a Mindszeti Alapítvány fölkért engem, hogy írjak egy litániát, és ez, ennek a litániának lesz az ős bemutatója péntek este a Rózsák terei görögkatolikus templomban. Litánia háború idején, Litánia in tempore belli, ez a műnek a címe, ami sajnos aktuális. Sajnos, és hát egyébként megállítólag ez mindig aktuális sajnos, és hogyha az egész globus nézzük, akkor valóban így van. De hát most mi viszont testközelből érezzük ezt az egész dolgot, amint nyilván Mindszenty is átélt a II. Világháború alatt. Igen. Tehát ennek lesz a bemutatója, és másnap még két hangversenyünk lesz. Itt ne arra úgy, hogy félbeszakítalak, csak ugye annyit beszélünk most a Mindszenty gyalogos zarándoklatról, mert hogy már nagyon készülünk mi is, ugye holnap a Városmajorból mi is jelentkezünk, élőben közvetítjük az eseményt. Itt van nekünk ítéve egyébként Mindszenty bíboros atya, mert hogy ezt Kovács Gergelytől kaptuk egyébként azt a képet, a Mindszenty Alapítvány képviselőjétől, viceposztulátortól, mert hogy ezt, hogy említed, hogy megkértek, felkértek téged, igen, ennek a litániának a megírására, hát ezt hogy fogadtad, vagy ezt a művészember hogyan fogadja ezt a felkérést? Hát az igazság, hogy ilyenkor mindig egy ilyen kettősség van. Egyrészt az első, az mindig örül. Tehát én minden feladatnak örülök, semmi elől nem szeretek elzárkózni, aztán, hogy sikerül vagy nem, hát az egy más dolog. A másik meg az, hogy hát azért a litánia azért az egy komoly kihívás, bizony, mert ugye gyakorlatilag arról van szó, hogy a litánia, ami önmagába fölvállaltan egy olyan ima, ami tulajdonképpen monoton. Hiszen ez az imának a lényege, hogy kérni állandóan az Urat, hozzáfordulni, és ott van, ugye én a Mindenszentek litániájára kaptam nyilván a felkérést, akkor rögtön Pius atyához, Balogh Piushoz, Gödöllői apát, úrhoz és barátomhoz fordultam, hogy egy olyan litánia szöveget szeretnék, mert ugye itt lehetnek betolvatások, kivételek, ami a II. Világháború idején latinul Magyarországon egy abszolút odaillő litánia szöveg. És akkor tőle kaptam meg ezt az alapszöveget, és akkor ezt komponáltam meg, és hát most majd meglátjuk, hogy fogják fogadni az emberek. Na, hát kíváncsian várjuk, biztos, hogy jól. De hát nem csak Budapestre szólít benneteket itt az Arszakra Fesztivál keretein belül a programotok, hanem elmentek vidékre is. Igen, másnap, tehát jövő szombaton két megtisztelő felkérést is kaptunk, az egyik Tapolcáról érkezett, ott délután 4 órakor a Nagyboldogasszony plébánia templomban fogunk adni egy, hát így szoktunk mondani, Szent Efrém begyest. Na. Tehát amiben lesz pravoszláv zene, amiben lesz katolikus nyugati zene, amiben lesznek zsoltárok, lesznek közelkeleti himnuszok, tehát egy ilyen igazi ízelítő a Szent Efrémnek az arcaiból, és este pedig így hozta az élet, egy másik ősbemutatóm lesz, Bakonybélbe, este 8-kor, ez pedig Szent Gellért tiszteletére komponált antifona. Uh-huh. Antifona és vers, ami egy motetta, egy 4-5 percnyi motetta, és erre nem kaptam felkérést, ez saját intencióból. Úgy gondoltam, hogy ez milyen jó lesz, hogyha ezt én meg fogom tudni csinálni. És hát ugye van egy ilyen híres az Óda a magyar nyelvhez vers, Faludi Györgynek a verse, ami hát pont a Szent Gellérti időbe viszi vissza az olvasót, és ezt a kettőt, az antifonát, a progénie improgénie, tehát a nemzedékről nemzedékre, Szent Gellért antifonát és a Faludi verset kombináltam össze, és ez adja a zenei alapot. Ez lesz jövő szombat este 8-kor Bakonybélben. Hát azt hiszem, hogy lesz miből válogatni. Én nem is tudom, hogy a nézőink el tudják-e majd dönteni, hogy a mai repertoárból hova és mikor és hogyan látogassanak el, de azt hiszem, hogy érdemes forgatni az Arszakra
fesztivál programfüzetét, mondom is a nézőinknek, hogy mindenképp, mert hogy ott minden program, egyébként több mint 400 program szerepel benne, úgyhogy ezeket érdemes forgatni. És Tamás, hogyha már itt vagy, akkor engedj meg nekem egy olyan kérdést, amit nem egyeztettünk, amúgy van ez így máskor is, de közben nézők kérdezik tőlem, és nem tudtam rá válaszolni. A ruhátokról, a Szentlefrém férfikar megjelenését illetően azok a, hát én már ezt jelmeznek is mondom, például az iménti bejátszóban, amit láthattunk rajtatok, mert hogy egyébként ez már valóban egy jelmez. Ez úgy tűnik, hogy nagyon meg van tervezve, és ki van találva az a fajta színpadi megjelenés, ahogy a Szentlefrém férfikart láthatjuk. Ez hogyan? Hogy van? Így van, ez a harmadik ruhája az együttesnek, ugye 2002-ben volt egy nagyon hosszú, egész földigérő, bizánci jellegű... De te találod ezeket ki? Mert ez volt a kérdés, és nem tudtam rá válaszolni. Nem. Akkor kedves nézőink, ehhez a Bugló Tamás fejéből pattannak ki a jelmezek ötletei. Nem, ehhez nem értek. Az elsőt azt az egyik kedves barátunknak a felesége, aki egyébként ruhákat tervez, és nagyon, nagyon érdekes dolgokat tud összeállítani. Ő tervezte meg ezt a mostanit, pedig a bizánci ima sáv, vagy ima szalag, amit a diakónusok viselnek a liturgián, annak a mintájára alkotta meg a ruhatervező, és varta is meg ezt a ruhát. Nem ezt, hanem az előzőt, amit Nem ezt, ez egy köztes, ez volt a második ruha. Ez volt a második ruha, ami egy fantázia ruha volt, ez egy nagyon praktikus ruha volt, mert nagyon jól lehetett használni, és egy perc alatt át lehetett öltözni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. A mostani, az újabb, az egy picit bonyolultabb, de az sem sokkal, úgyhogy ez nagyon fontos egy férfikarnál, meg hogy ne gyűrődjön, mert ugye férfikar, tehát mindenki nagyon gondos, és rendkívül, tehát egyszerűen, mint a 10 éves kislány, úgy rakosgatjuk el a ruháinkat, nem így van, úgyhogy ez egy nagyon fontos szempont, hogy a Szentlefrém férfikarnak a ruhája akkor is bevethető állapotban legyen, amikor mondjuk holnap pár száz kilométert utazunk, és esetleg 3 perc múlva a színpadon kell lenni. Na, hát mi mindenre kell itt figyelni. Abszolút. Köszönöm szépen. Bugló Tamás volt a vendégem, és hogyha lemegy az Arszakra Fesztivál utána, mi lesz pihenés? Mert azt beszéltük nyáron, hogy nincs pihenés. Most nincs. Akkor ősszel sem lesz pihenés. Nincs. Hát akkor... ameddig tudjuk, csináljuk. Ugye itt nagyon sok rémisztő hír jelent meg az utóbbi hetekben arról, hogy mi lesz télen. Igen. Tehát nyilván az ember, amíg csak lehet, amit szeret, azt nagyon csinálja. Így vagyunk mi is ezzel, mert nem tudjuk kiszámolni, hogy mi lesz télen. Reméljük, hogy semmi nagy megzuhanás nem lesz, mint a Covid által, de hát ezt sajnos egyelőre nem lehet kijelenteni. Tehát mi most folyamatosan dolgozunk, helyenként ugye nem lesz őszi szünet, na nekünk se lesz őszi szünet, tehát iskolákban ugye elmarad az őszi szünet, mert hogy így próbálják a válható téli megszorító érzéseket valahogy kivédeni. És mi is így vagyunk, hogy most jó idő van, most még lehet mindenfelé koncertezni, sok a fölkérés, és ezért aztán megyünk még, hamarosan megyünk Lengyelországba, megyünk Angliába, tehát sok külföldi fellépés is van ősszel, reméljük, hogy ez mind meg is lesz, ugye holnap Szlovákia, tehát igazából jól néz ki az ősz, ahogy így mondjam, ja és el ne felejtsem Kolozsvár, ahol ugye Liszt emlék hangversenyt tartunk a Filharmónia nagy termébe, tehát azért remekül néz ki ez az ősz, de más őszök is néztek már ilyen remekül, és akkor jött a Covid. És akkor jött a Covid. Szóval, hogy erre tényleg a Jóisten kezében vagyunk, kész pont. Tehát ezt azért tudni kell, akármilyen nagy művész az ember, hogy van, ami ellen az ő művészete sem ér semmit, tehát ezért aztán mi azt valljuk, hogy addig kell csinálni, amíg lehet. De a tanítással egyébként mi a helyzet? Mert hogy te nagyon sokat tanítasz is. Tanítok, igen, és hát jelen pillanatban a tanítás az megy, innen az megyek oda, mindjárt becsöngetnek. Úgyhogy, ja igen, és el is kell lassan. És el is kell mennem, mert a harmadik bések fognak jönni, és a fejemet követelik, hogyha nem leszek ott. Azt én nem vállalom. Köszönöm szépen, Bugló Tamás volt a vendége. Köszönöm a meghívást.